Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma Szegeden. Kérem, hogy közösen mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nám 7-szer. Köszönöm szépen. A változatosság kedvéért kezdjük a fénnyel, nem minthogyha a sötétséggel bármi bajunk lenne, de kiderül, hogy a sötétség az önmagában nem létezik, hanem az a fénynek a hiánya. Tehát nem tudsz sötétség részecskéket, sötét fotonokat elkülöníteni, hanem csak a fény hiányáról beszélünk, és ezért, hogyha meg akarod fogni ezt a változást, hogy sötét és világos, akkor a fénnyel kell foglalkozni igazából. Az ember úgy van felépítve, hogy a fényt láthatja hullámként, és láthatja részecskeként. Ezt egy jó pár évtizeden, vagy akár évszázadon keresztüli fizikai kísérletgyűjtemény is bizonyítja, és a legszebb az, amikor belátod, hogy egyszerre a kettőt nem tudod. Tehát nem tudod egyszerre részecskeként és hullámként tapasztalni, vagy így tapasztalod, vagy úgy. Ezt az optikában, vagy az ilyen kis látáskísérletekben is úgy lehet látni, hogy festenek egy képet, inkább rajzolnak egy fekete-fehér kontúrt. Hogyha így nézed, akkor ez egy gyönyörűséges hercegnő, és ha megfordítod, akkor egy gonosz boszorkány. Férfiaknál ugyanez, hogy így nézed, és egy fantasztikus gáláns lovag, és hogyha megfordítod, akkor ez egy hűtlen, borzasztó, narcisztikus szerető. Miért beszélünk a valóságnak így a többféle, de nem teljes felfogásáról? Egyszerűen azért, mert magunkat sem látjuk teljes egészében, hogyha a lényeget szeretnénk tapasztalni, akkor általában a jelenségeket veszítjük el, hogyha a jelenségeket tapasztaljuk, akkor általában a lényeget veszítjük el, és a zen, mint egyévvállás, tanítás azt célozza és tanítja, hogy térjünk vissza egy olyan tudatra, ahol a részecske és a hullám nem különbözik, ahol az energia és az információ még egyben van, ahol a csepp még vagy már nem válik külön az óceántól. Miért? Mert ekkor leszünk egészek. Tehát, hogyha lenne egy olyan mód, hogy a fényt egyszerre lássuk részecskeként és hullámként, akkor az egész jelenség egy pillanat alatt a miénk lenne. De ezt nem tudjuk a hétköznapi elmével, a dualitásokra szakadt elmével megoldani. Nagyon ritkán tudjuk az önközpontosságunkat feladni úgy, hogy a másik embert ugyanúgy lássuk, és ugyanolyan fontosnak tartsuk, mint saját magunkat. És ez egy olyan imperatívus, hogy ha már szenvedtünk eleget, akkor nézzük már meg, hogy valójában miből vagyunk összerakva, a világ miből van összerakva, és mi a kettő közt a kölcsönhatás. Amikor a keletiek energiáról beszélnek, ott az információt is beleértik. És ezért, amikor a nyugatiak a prána, vagy kínaiul chi fogalmát csak energiának fordították le, akkor a hullámtermészet megvolt, de az információ tartalom, a részecske természet az nem volt meg, az nem jött át.
ahhoz az kellett volna, hogy gyakorlók és ne akadémikusok fordítsanak, és akkor kiderül, hogy mindenkinek a személyes energiájában benne van az az információ is, amit tudatosan vagy tudattalanul kiáraszt magából. Ezt úgy hívjuk, kérem szépen, hogy jelenlét. Ezt a jelenlétet tapasztaljuk egy buszban, egy bevásárlóközpontban, egy művelődési házban, bármilyen zárt térben, ahol tudattevékenység történik. Ez a jelenlét, ez nem tagadható. Tehát nem tudod levetni, mint egy ruhát. Ez az a tudati kiáradás, ami a te tudattalanod, 90-95%, és a tudatos személyiséged együtt. Ezért nem lehet csak egy szép maszkot fölhúzni, és te eldöntöd, hogy te most pozitív leszel. Ez a halálom, amikor eldöntjük, hogy pozitívak leszünk. Szegény Cecília. Ugye? Tehát nem tudod csak úgy megváltoztatni a karmádat, mert a karmád ez az energia és információ egyszerre. A jelenlétedben benne van mindaz, amit a tudattalanodban gondolatként, érzelemként, elfolytott beszédként, kimondatlanságként, cselekedetként tárolsz. Minden azonosulás, ami oda került. Hogy került oda? Amikor megszületünk, akkor a keletiek azt mondják, hogy lehozunk egy eredeti energiát, és eredeti információt is, ahogy azt említettem, beleértik. Ez az a lélek, aki leszületik egy testbe. Ez koreaiul won gi. A won az az eredeti, a gi az a koreai kiejtési a csínek. Tehát az, amit a csikunkban gyakorolsz, az a won gi eredeti energia, gyakorlatilag az a lélek, aki leszületik, csak hát nem személyesítik meg rögtön, hanem a működés módját veszik szemügyre. És ez a Wongi tartalmazza mindazt az információt, amitől a gyerek elkezd érdeklődni, kíváncsivá tenni magát, mászni, kúszni, táplálkozni, aludni, fogzani. Nézd meg azt a programot, ami szerint egy gyerek megfogan, anyuka kihordja, megszületik, és elkezd növekedni. Azt megkérdeztük valaha, hogy ezt ki tudta? Hogy ezt hogy állították össze? Mert olyan pontosan működik, hogy az valami hihetetlen. Tehát onnantól kezdve, hogy a gyerek tudja, hogy mikor kell megszületnie, mikor kell befordulni, lehetnek ilyen befordító művészek, a gyerek visszafordul, ha túl korán fordították be. Anyukák, ismerős? És szülés előtt, pont akkor, amikor már a doki azt mondja, hogy hát farfekvéses, kérem szépen, és császár, a gyerek fogja magát, és úgy befordul, ahogy kell. Honnan tudta? Ez ott volt a teljes lényében, abban az eredeti energiában és információban, amit az előző életéből hozott magával. Ami ő. És amikor megszületik, akkor egy olyan helyre születik, ahol a körülötte lévő nagy energia, a dégi, az kapcsolható a saját vongijéhez, vagy eredeti energiájához. Ebben az eredeti energiában minden magaddal hozott képesség, előny, hátrány, predispozíció, akadály, motiváció, minden benne van, minden. És ahogy a gyerek nő, úgy szép, lassan, rétegről rétegre, ez megjelenik. Szerencsére nem egyszerre. Hát gondold el, hogy mindaz, amit egy fejlődés során ilyen 7, 10, 14, 17 év alatt tapasztalunk, az úgy két nap alatt megjelenne. Hát a szülők is belepusztulnának, de sajnos a gyerek is. Tehát azért fejlődünk ilyen lassan, hogy ezt az információ áramlást, ami a karma megjelenése és kölcsönhatása a környezettel, azt kibírjuk. Kibírja a gyerek is, és beépítse stimulus-válasz sorozatban, és a szülők is, hogy meglássák, hogy valójában kiszületett hozzájuk. Egy sikeres szülés esetén ott van a kis édi-bédi, de utána elkezd üvölteni, utána elkezd tejet kérni, utána elkezd aludni, és utána minden következik. És akkor eltelik fél év, és akkor mászik. De mindenhova. Eltelik még egy-két hét, egy-két hónap, és a kód, a program azt mondja, húzd ki a sütő fiókját. De benne van a húsvilla.
Ugye? Hát azzal már ne szúrja le magát, ugye? Tehát ez az információ tartalom, ez szépen, lassan vagy gyorsan megjelenik, és ez minden gyereknél egyedi. Nem láttál két olyan csecsemőt, aki ugyanúgy mászik. Nem látsz két ugyanolyan szempillantást. Már a gyerekeknél nincs két ugyanolyan jelenlét. Miért? Mert amit lehoztál karmaként, személyiségként, információtartalomként, az csak te vagy. Csak te lehetsz. Csak te születhettél abba a testbe, ahhoz a szülőpárhoz, abba a társadalomba, abban az időben arra a helyre. Ez a partikularitás vagy egyéniség, ez a Wongi-nek a sajátja. Ezért nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki más arccal és más szempillantással van jelen. A Dégi, mint az, a világ energiája és információtartalma, az például a fizikában a közelmúltig négy nagy kölcsönhatásra volt lebontható, a gravitikus tömegvonzás, az erős atommagon belül, a gyenge atomok között, és az elektromágneses. Nemrég az elektromágnesest és a gyenge kölcsönhatást sikerült közös nevezőre hozni, ez nem hiszem, hogy bárkinek feltűnt volna, mert lényegében nem szól bele a villanyszámládba, ez ugyanolyan magas, mint eddig. De amikor arról van szó, hogy megértsük a világ működését, akkor bizony a kémiának, fizikának, mateknak, amiben én egyáltalán nem voltam jó, van jelentősége. És ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A magyarázatok, elméletek egy darabig sikeresen mutatják, hogy mi a Dégi, a nagy működés. Ugyanis az érzékszervi síkon mi találkozunk a világgal, ha jó szemünk van, látunk, ha jó fülünk van, hallunk, hogyha van valami finomság az étteremben, megízleljük. Bizonyos boltokban nagyon jó illat van, más boltokban nincs jó illat. És ahol jó illat van, oda visszamész, hogy külön illatmester van. Bizony, ez egy szakma, illatmester, hogy egy adott térben milyen illat legyen, hogy te oda visszagyere. És hallasz, hát olyan gyönyörű zenéket lehet hallani, és rezdüléseket, hogy fantasztikus. Na most, a kérdés az, hogy csak érzékszervi síkon van-e kapcsolat a világgal, és az az, hogy nem. Nem csak azért, mert tudsz álmodni, és az már egy nagyon finom, bár még érzékszervhez kötött tapasztalás. Egyszerűen azért, mert amikor az érzékszervi síkhoz nem ragaszkodsz, és meghaladod az azonosulásaidat, kinyílnak azok a transzcendens frekvenciák vagy szférák, amiket a hétköznapi elme nem lát, nem tapasztal, nem fog föl. Az nem jelenti azt, hogy nincs. És most kell egy kicsit az egyévállásról beszélnünk, hogy a Wongi, a kicsi, az egyén, és a Dégi, a nagy és az univerzális hogyan találkozik. És ezért minden meditációs technikának ez egy alapvető része a lélegzet figyelése. Ha nem figyeled a lélegzetedet, akkor nem tudsz ebben a pillanatban testtudatossággal és lélektudatossággal jelen lenni. És a lélegzet figyeléséből következik az, hogy előbb-utóbb a pillanatban te szinkronizálódsz a világgal. Ne várd, hogy a világ szinkronizálódjon veled. Majd te a kis órajeledet igazítod. Az az érdekes, ezt elmével nem tudod megcsinálni. A lélegzet az energiát termel. Nem csak azért, mert oxigén ég el, hanem azért, mert így a tudatod is éberebb, hogyha jól tudsz lélegezni. Tehát nem csak oxidáció van, hanem ébredés is van a helyes légzésből. Na, ezt úgy hívják keleten, hogy kong-gi, vagy üres energia. Miért? Mert nincsen fizikai tartalma. Persze, ilyen oxigén detektorokat föl lehet szerelni, de hát Ázsia nem arról híres, hogy fizikai kísérleteket végzett, hanem tapasztalta azt, hogy az egyénben és a világban és a kettő közt mi történik. Ez a kong-gi, ami a kettőt összeköti. Most a meditáció alap technikája az, és bármelyik megszabadulás irányú hagyományba belemész, meg fogod találni, hogy felfüggeszti a tudatos vagy akaratlagos fogalomalkotást, megkülönböztetést és emlékezést. És nem ragaszkodunk ahhoz, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk vagy ízlelünk, ez az öt. És ekkor az egyévállás bekövetkezhet, amikor a Wongi és a Dégi szinkronizálódik azzal, hogy figyeled a lélegzetedet, a kongit.
És ez egy energetikai gyakorlat. Ezt minden meditációs iskola tanítja. A tibeti, a theravada, a kínai zen, a japán zen, a koreai zen, akárhova mész, és a jóga is bizony tanítja ezt, hogyha nem figyeled a légzésedet, akkor nem vagy jelen. Nem vagy szinkronban. Nem éred el a pillanatot, mert az elmédnek a tevékenység, a fogalomalkotó, megkülönböztető és emlékező, főleg a múltra, de a jövőre is emlékszel, hogyha belenézel, az széttagol. Leválaszt a nagyról, és maradsz a kicsiben. A vízcsepp elszigetelődik, és nem találja meg az óceánt. Tehát ahhoz, hogy ezt az elképesztő kíváncsiságot, vagy kínzó egyedüllétet, vagy a világról való leválasztottságot oldjuk, ahhoz pont az elmének azt a falteremtő tevékenységét kellene visszafogni, vagy meghaladni, amitől az egoitás képzete bekövetkezik. Tehát, hogyha a Von Gieben túlcsordul a gondolkodás, az önképteremtés, az érzelmekhez való ragaszkodás, az érzékszervi hatásokkal való azonosulás, akkor kialakul egy olyan fal, amit énségnek hívunk, sőt, abszolútnak gondolt énségnek. Miért? Mert nem vagy hajlandó rajta változtatni. Tehát ott, ahol te azt mondod, hogy én ez vagyok, tessék engem így elfogadni, és én nem fogok változni, az az egódnak a foltja. Ha ezek a foltok összeérnek, fal lesz belőle. Minél vastagabb a fal, annál kevésbé tudsz egyé válni a pillanattal, alkalmazkodni egy másik emberhez, együtt érezni lényekkel, nem dualisztikus bölcsességet kifejleszteni. Miért? Mert amikor ez az én fal valóságosnak, változtathatatlannak tűnik, akkor energetikailag is és informatikailag is leválasztódsz a DG-ről, és a saját kicsi vongi börtönödben maradsz. És abban a pillanatban, hogy elkezded figyelni a lélegzetedet, elkezd oldódni ez az abszolút bezártságérzés az én képedbe. Ezt legtöbbször nem szeretjük, mert akkor tényleg változunk. És tényleg a szabadság elérése az felelősségtudattal is jár, legalábbis a zen esetében. Tehát ennek az egyéválásnak vannak következményei, és ekkor hívom fel a figyelmet, hogy veszítesz, tehát illúziókat veszítesz. A saját kis személyes karmád illúzióit, azt fel fogod adni, egyszerűen látod, hogy nem valóságos, és ezek a szenvedésed és mások szenvedtetésének az okai. Ha erre hajlandó vagy, akkor az egyéválás tapasztalata és az ezzel járó illúzióvesztés felnőtté tesz. Ha nem, akkor elkezdesz perlekedni az univerzummal, panaszkodni a tanítóra, eltaszítani a tanítást, és elkülönülni a tanítványi közösségtől, mert te nem azt kaptad, amit vártál. Mert az illúzióvesztésből az lett, hogy te elkezdtél felébredni, és inkább valami színes álmot tegyek a szemem elé, sem hogy tapasztaljam magamat és a világot úgy, ahogy az van. És ebből a vanságból, vagy ilyenségből indítsak valamit, ami az újrateremtés, vagy megtisztítás folyamata. Miért? Hogyha az egyéválást gyakorlod, és a Wongi, Kongi és a Dégi egyéválik, akkor azt hívják Hapkinek. Ebből van a koreai Hapkido elnevezés, és ez japánul az Aikido. Ez harcművészet, tehát ott az ellenfél energiájával való egyéválás és annak a vezetése egy bizonyos irányba, ami már nem ellentétes, tehát nincs nyereség és veszteség. De ez mentálisan még keményebb. Hiszen azért, mert nem tudsz hova elbújni. Nincs egy kis abszolút sarok, ahol te az maradhatsz a kis Von Gieddel és a benne foglalt énség információval, aki eddig voltál, és ezen az alapon te nem tudsz követelni semmit, vagy ráerőszakolni a világra semmit. Tehát ez az egyéválás amennyire szimpatikus, jaj, szúnyom, a holnapi workshopban ezt megtanítod, meg. Megtanítom, hogy hogyan csináld, és készüljél föl, hogy nem az lesz, amit vársz. Készülj föl az én képed változására, készülj föl az illúzióvesztésre, készülj föl arra, hogy nem leszel békében magaddal egy ideig, holott te azt vártad, hogy ez bekövetkezik. Hogy azt ígérték, hogy itt harmonizált energia lesz. A hub key majd bekövetkezik. Igen. Be. És kérdez, mikor?
Hát akkor, amikor hajlandó vagy elengedni a hamis önképedet, hajlandó vagy megszabadulni a ragaszkodásaittól, hajlandó vagy a fixa ideákat relatívnak és nem abszolútnak tekinteni, hajlandó vagy a saját személyes dogmatikádat föladni, hogy csak neked van igazad, itt és most ezt csak te látod jól, és a másik az kuka, véleményestől, mindenestől. Tehát ezt azért mondom, mert amikor az energiáról beszélünk, ahogy azt az elején említettem, az információ is ott van benne kódolva, és innentől kezdve nagyon komolyá válik ez a praxis. A kérdés az, hogyha ez tényleg bekövetkezik, akkor mi van? Csak ez van. De botütés nélkül. Tehát az ütés az egy szemléltető eszköz, az egy rövid sokk azért, hogy a hallás és az ezen keresztül áramló ütésélmény az a gondolkodásodat egy pillanatra megszakítsa. És egy picit tapasztald azt, hogy milyen vagy te két gondolat között. És Descartes ekkor sajnos hiába forog a francia sírjában, de nem tudja a saját mondatának a második felét. Emlékszünk az első felére? Gondolkodom, tehát vagyok. Nem gondolkodom, tehát, kérdője. Hogyha tényleg a létünk eleme lenne a folyamatos gondolkodás, és előfeltétele a mi életben maradásunknak a kognitív tevékenység, akkor az ütés pillanatában mindenki meghalt volna. De nem, hogy életben vagyunk, hanem még egy kicsit frissebbek is vagyunk, mert aki eddig aludt, azt fölébresztette az ütés. És ez nagyon jó így. Tehát megszakította a gondolkodás folyamatát, a tudat folyamot egy picit, és tapasztaltál valamit, ami eddig nem volt. És nézd meg azt, hogy ezt hányféle módon keressük. Hányféle módon szeretnénk a gondolkodást kioltani. És a hagyomány azért emberközpontú, mert ahogy eléred, úgy tartod meg, és úgy adod tovább. És itt tényleg csak az illúzióidat veszíted el, de nem a testi épségedet, vagy a lelki integritásodat. Nagyon sok ilyen modern kezdeményezés van, hogy könnyen, gyorsan megvilágosodsz. Igen, és utána pedig felébredsz a detoxban. És ez nagyon-nagyon csaló, ez nem korrekt. És a könnyű és gyors tanítás után mondjuk leromboltad az egyik szervedet belül, mert túl lett terhelve. A könnyű és gyors tanítás reményében te nagyon sokat utaztál, visszajöttél, és rosszabbul vagy, mint valaha. Tehát azért kell az eredetet megkeresni, és a működő hagyományt gyakorolni, mert itt csak a láncaidat veszítheted el. Pacsony zenmester mondta, ha ledöntöd a falat, mi magad vagy, végtelenné válsz térben és időben. Te tapasztalod azt az egyévválást, ami eredetileg te vagy, mindaddig, amíg nem téveszted össze igazi önvalódat az önképeddel. Az eredetet ezzel az avatárral. És ezért kell nagyon óvatosan bánni a személyiséggel, mert hogyha azt hiszed, hogy te nem létezel, az hiba. Ha azt hiszed, hogy csak így létezhetsz, az is hiba. Tehát ne bújjunk el a fixa idea falai mögé, inkább ezt a falat bontsuk le, és akkor az énséged megfelelő lélegzéssel, személyiségként és nem egoitásként funkcionál. A nyugat ezzel még mindig nem tud mit kezdeni, az egód és a személyed nem ugyanaz. Ezért ezt, így a bevezető végén, egy sejttel fogom szemléltetni. Több milliárd sejtből épülünk fel. Nagy részüket így nem is látjuk, a szöveteket látjuk csak, de a sejtet azt nem, túl kicsi. Ha megnézel mikroszkóp alatt egy sejtet, akkor általában valamilyen folyadékban úsznak, és így boldogok, mert így egymáshoz tudnak verődni, kölcsönhatni és lélegezni. Van egy sejthártya, amin keresztül kölcsönhatás folyik a környezet és a sejt beltartalmak között. A legalapvetőbb, például a kálium és nátrium pumpa, hogy a pH érték szépen gazdát cserél, és így például el tudjuk égetni a táplálékot, mondjuk adenozin trifoszfáttá. Mert különben sportolók nem tudnának nyerni, hogyha ez az égetés vagy oxidáció nem következett volna be. A másik az inzulin, amivel szépen ugye az inzulin kinyitja a sejthártyát, és akkor nagyon szépen a cukor, a glükóz, az elkezd áramlani a külső és a belső között, és le tudjuk bontani. Na most képzelj el egy olyan sejtet,
amelyeknek nem ez a relatív sejthártyája van, hogy kopogtat a megfelelő vegyület és kinyitja, kopogtat a nem megfelelő vegyület és lezárja. Tehát ez egy relatív működés, feltételhez kötött működés. Képzelj egy olyan sejtet, ahol titánium hártya van. Semmi nem nyitja ki. Semmi. Mi történik? A titánium hártyán belül a sejtalkotók elpusztulnak. Előbb-utóbb. És inkább előbb. És ehhez még külön kémia se kell, csak a termodinamika két törvényét szépen ébreszt föl magadban. Egy elszigetelt rendszer nem marad életben, mert nem közöl energiát vele a környezete, és ő se a környezettel. Információt sem. És ebben az elszigeteltségben, ahogy az entrópia növekszik, az információtartalom szétesik, az energiaszint csökken, és az élettevékenység megszűnik. Ez a rák. Tehát megesszük a gazdatestet, és viszontlátásra. Általában oxigénszegény környezetben keletkeznek a rákos sejtek többsége. Például a koreai nők, akik nagyon sok ilyen rizsbort, makolit isznak, elképesztő gyomorrákkal mennek, ilyen giznya vékony filigrán nők ott vannak az onkológián, és nem tudod, hogy mitől. Attól, hogy ez az erjesztett, élesztős rizs berakódik a gyomorredőkbe, és egy rakás anaerob, tehát oxigénszegény reakció következik be, és a sejtek elveszítik az információ tartalmukat, széttörik az az információ, ami a helyes DNS működés alapja. És ekkor a sejt megőrül, elveszíti a határait, és a rákos daganat lerombolja a gazdatestet. Tehát amikor nem ismerjük önmagunkat, romboljuk a környezetünket, és ezáltal magunkat is. Amikor az egófal fölépül, akkor semmi más nem fontos, csak én, de ez az én már szenved, mert levált a környezetéről, már nincs meg a vongi, kongi és a dégi útján ez a harmonizáció, már nem lélegzem, hanem egy falon keresztül lövöld az a kifelé. Aztán ez is leáll. Tehát az abszolút egoitásba vetett hit, a változtathatatlan avatárba vetett hit, az átalakíthatatlan személyiség illúziója, az az a rákos daganat, amivel te élsz. Ez mentális cirózis, egy olyasféle bezártság, amiben te belül biztos, hogy összeomlasz előbb-utóbb. És hogyha kinyílsz, hogyha mersz tisztulni, ha mersz egyéválni, mersz lélegezni, akkor belátod a karmádnak a relativitását, teremtettségét, és hogyha ezt kellő alázattal sokáig gyakorlod, akkor eljutsz a teremtő pozícióba is. És a teremtő pozíció, ahogy azt az Avatamsaka szútra mondja, hogyha meg akarod ismerni a világegyetem természetét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Na de az ég szerelmére, ha nem gyakorolsz, és nem fordítod a figyelmedet a megfelelő helyre, mitől látnád úgy? Hát ez egy hatalmas feladat. Mitől látnád úgy, ha eddig ez nem sikerült? Na, erre van a hagyomány, erre van az út, erre van a meditáció. Úgyhogy ismerjük meg azt, amit lehoztunk, azt, ahova lehoztuk, és a kölcsönhatást a kettő közt, és merjünk lélegezni, merjünk látni, merjünk változni a megfelelő irányban. És hogyha ebben segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Kisfiam miatt vagyok itt tulajdonképpen, hogy amikor ő megszületett, ő nagyon érzékeny volt sok mindenre. Előző életekről mesélt 2 évesen. És mikor betöltötte tavaly a 7. életévét, valami nagyon megváltozott benne. Ő látott előtte is entitásokat, és utána elkezdett félni tőlük. Uh-huh. És így kerültem egyébként ide, hogy kerestem a megoldást neki. És szeretném kérdezni, hogy tudok neki segíteni, és mindemellett borzasztó önbizalom hiányos is lett. Jó. Az alap, hogy te és apuka elkezdtek gyakorolni, miért? Mert a gyereknek nyitott a tudata. És hogyha ti nem nyíltok ki felé a tapasztalat szintjén, csak mondjuk a magyarázat vagy a tudás szintjén, akkor ezt a gyerek nem tudja használni, mert nyers, emésztetlen, feldolgozatlan. Ez olyan, mint hogy megveszed a piacon a krumplit, azt nem lehet rögtön megenni, ezt meg kell főzni. Tehát az alapvető nulladik pont ilyenkor, hogy te keresel valami normális, transzcendens hagyományt, és azt mondod, hogy tanító úr, tanítónéni, a gyerekem többet tud, mint én, többet lát, mint én, és legyen szíves segíteni, hogy tudjak én is segíteni neki. Ez alap. Ezért is vagy itt, és ez nagyon jó. Na most, van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyikkel kezdjem?
Kezdjük a rosszal. Valójában rossz hír nincs, csak munka van. Tehát gyakorolni kell, és minden karma látható és oldható és köthető. A jó hír viszont az, hogy a gyereked lehozott valamit, amivel kezdeni kell valamit, mert így ez nem maradhat. Tehát amikor megszületünk, az egy elképesztő tudatvesztés. Tehát semmilyen újszülött, még a legnagyobbak sem beszélnek artikuláltan születés után. Egy éves korban még egyetlen csecsemő sem beszélt szavakkal és mondatokkal. És ez azért van, hogy az előző inkarnációknak az én tudata záródjon le. És az elképesztő átmenet, hogy fölveszek egy új testet, és beüzemelek egy érzékszervi síkot, az ne zavartassék a korábbi identitás élmény által. A múltnak az árnya, a korábbi életeid identitásaid ne egyék meg ezt a mostanit. Oké? Ezért van tudatvesztés. Tehát a legnagyobbak se emlékeznek arra, hogy hogyan jöttek keresztül a szülőcsatornán. Tehát nem vagy éber. Nem lehetsz éber ilyenkor. Vissza kell aludni. És ebből az alvásból felébredve látni, hogy új test van. És évekig tart, amíg tényleg felfogod, hogy hogyan használd a kezedet, a szemedet, a füledet, az elmédet. Ezt mondtam az előbb fokozatos fejlődésnek. Mert amikor 2 éves korában, ahogy idézted, elkezd erről beszélni, az azt jelenti, hogy a tárház tudata kinyílt azért, mert, és ez a 8-as szint, hogyha megnézed a zeniránytűt, az elsőt az 5 fizikai érzékszerv, 6. a fogalomalkotó, 7. a megkülönböztető, 8. a tárház. És ez nem csak a személyes emlékezet. Ez az egész univerzum a tudattalanod. Minden, amit nem énnek mondasz, az a tudattalanod. És a gyereknél a 7-es, az én alkotó, a megkülönböztető tudatosságnak az a modulja, ahol az én képed keletkezik, az kinyílt egy olyan állapotba, hogy nem csak ezt az entitást érzékeli, ami ő most, hanem minden, ami korábban volt, az a tárházból, a 8-asból elkezd áramlani, mert kinyílt az ajtó. Na most ilyenkor, és ezt biztos nem követtétek el, ezt a hibát, a legrosszabb az, hogyha a szülő elkezdi minősíteni a gyerek tapasztalatát. És ez különben nem ülnél itt, érted? Biztos vagyok benne, hogy ezt a hibát nem követtétek el. Ilyenkor a szülőnek a gyöngéd és együttérző feladata az, hogy a gyereket mindig hozza vissza úgy a pillanatba, hogy engedi az utat végigjárni. Tehát Aladdin és a csodalámpa az egy ilyen mese. Hogyha benne maradna a tárháztudatban, a barlangban, és ragaszkodna a fákhoz, a gyümölcsökhöz, a kincsekhez, akkor a korábbi identitásai megbénítanák, és a mesében is úgy van, hogy akkor nem jöhetne ki. Akkor ő ott kövé válik. És a pillanatnak a kincse az, ami ilyenkor nagyon fontos, és mindaz, amit lát, a számára valós, és így a szülőknek is valós. Nyugodtan le lehet írni, naplót vezetni, kartotékolni, ha kell. Ez az ő belső univerzuma, amit valahol élt. Tehát ez az ő világa, amit még nem tud megkülönböztetni ettől az érzékszervi világtól, ami nekünk van. De amikor ez bekövetkezik, akkor ő itt 100%-osan életben van. Ez körülbelül a 7. év. És azért kezdett el félni, mert a 7. és 8. életév között alakul ki a halál tudata. Azelőtt nincs. Azelőtt nem is tudja értelmezni, hogyha valamelyik családtagja eltávozik az élők sorába. Nincs gyász folyamat 7 év alatt. Utána van. Tehát amikor az érzékszervi hatások elérik azt a küszöböt, hogy a 7. életévnél egy kritikus tömegnyi stimulus és válasz már az énségét eltöltötte, akkor már van mit veszíteni. Tehát kialakul egy olyan tömegű információ, hogy ezt az életet 100%-osan elhiszi, ebben a testben már benne van, és nem megy annyit ki álomban és jön vissza. Alapvető, hogy az álmait le kell írni. És a kérdéseire válaszolni kell tudni, ehhez például a test és lélek alapvető modelljére szükség van. Ezt a zen iránytű tartalmazza, és a szóbeli tanítások is tartalmazzák. Ez, mint minden karma, üresség természetű, tehát nem áldás, nem átok, ahogy kezelitek, azáltal válik valamivé.
Tehát nagyon fontos az időzítés és a helyzetfelismerés a gyerek számára. Például, hogy csak a szüleinek vagy a tanítójának, az ilyen szellemi tanítójának beszél ezekről. És csak akkor, amikor mással nem kell foglalkozni. Tehát iskolában, közlekedés közben, ahol az érzékszervi világgal kell foglalkozni, ott ezt zárja le. Meg kell tanítani neki ezt a kilincs mozdulatot belül, hogy kisfiam, kislányom, melyik? Fiú. Fiú. Kisfiam, ezt a hatalmas nagy kincses tárat, ami neked van, akkor nyitod ki, amikor velünk beszélsz. És amikor a mindennapi életedet éled, akkor ezek a kincsek várnak. És nekünk mindent elmondhatsz, mi mindent meghallgatunk, mi értünk téged, és mi mindig szeretünk téged, akármi történik ebben a kincses tárban, akármi jön ki. Ez azért fontos, hogy a gyerek ne akarja megszépíteni később, hogy anyunak és apunak akarjon megfelelni azzal, hogy bizonyos dolgokat elmond, másokat meg nem. Tehát, ha ezt megcsináljátok, és a gyerek ezt nyitva tudja tartani akkor, amikor nyitva tarthatja, akkor nem következik be a nemi éréskor, még egy hetest adjál hozzá, ugye, 13-14, egy olyasféle hormonális elvakulás, ami legtöbbünkre jellemzett. Kinyílik a gyökércsakra fölötti ugye, szaporodó művelet, és csak azzal a csakrával gondolkodunk, és megyünk a hormonjaink után. Na, ha ez a kapu nyitva tud maradni, és ne várd azt, hogy ez teljesen megtörténik, nem szabad a gyereket a korábbi emlékeihez kötni. Ha bezárult, bezárult, ha nem akar róla beszélni, semmi gond. De a nemi éréskor az az elképesztő erő, ami az egyéné válás újabb állomása, hogy szaporodó képes lesz, ugye? Az enyhíthető azáltal, hogy ez a kapu nyitva van, vagy kinyitható, amikor kell. És azt a jelenlétet, ami a pillanat, azt az egyévválást, amiről beszéltem, legalább készségszinten a gyerekkel el kell sajátítani. És el kell sajátítatni. Ezt hogy tudod megcsinálni? Játékkal. Tehát burkold be egy játékba a meditáció tanítását, és akkor a gyerek nem azt érzi, hogy ráraktak egy kalodát. Még akkor sem, hogyha ezt nagyon együttérzően csinálod, a gyerek, mivel módszertant tanul, kicsit tudományosnak hangzik, nem az ő nyelvén van, ösztönösen kicsit riadhat tőle. Játékként elképzelitek ezt a kincses tárat. Elképzelitek az ajtaját, a falait. Milyen színű, mi van benne? És akkor megtanulja kezelni a tárház tudatát. Az én képét is nagyon szépen, hogy te ez vagy, hozzád ezek a jelenségek kötődnek, és amikor szükséges, beszélsz róluk, amikor nem, akkor nem. Az is lehetséges, hogy ő egy olyan élményt mond el, amivel nektek dolgotok van. És hogyha elmondja azt, hogy ő egy korábbi életében nem így nézett ki, és nem ti voltatok a szülei, ezt el kell tudni viselni, és elfogadni, hogy ez benne így van. Ezzel semmi gond nincs. Olyan is előfordulhat, hogy elmondja, hogy el kellene menni ide és ide, erre és erre a helyre, mert neki azt látnia kell, és nem tudja, hogy miért. El kell menni. Ha a Földön megtalálható az a hely, el kell menni. És ott, hogyha veszélytelen, ugye, akkor békén kell hagyni addig, ameddig ő akarja. Mert a korábbi énjének az elintézetlensége ott van a tárháztudatban, elmegy arra a helyre, de abban az időben már nem tud, az itt van belül. És a hely, a jelenlét segít megoldani azt a problémát, amiről ő se tudja, hogy micsoda, de ha nem megy el oda, ha nem viszitek el oda, akkor lezáródik, és a trauma ott marad belül. És ezért ezeket teljesíteni kell, nem vakon, ésszel, de ezeknek oka van. És ez úgy jön elő, hogy a gyerek egy ilyen fantasztikus tisztasággal, zéró követeléssel, olyan ilyen borzongató, univerzális egyszerűséggel mondja, hogy teljesen lefegyverez. Tehát így azt mondta, hogy már majdnem meghajolsz előtte, hogy igen, kisfiam, ez így lesz. De a szülője leszel akkor is, és nem a szolgája. Kiszolgáljuk azt a karmát szülőként. De át kell látni, hogy mit kér, és azt, amit nem látsz át, azt biztonságosan szépen jelenléttel
meg kell oldani. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Kérdésem az lenne, párkapcsolati konfliktus során, vagy gyermekszülői kapcsolatban, nem azonos vélemény során. Nyilván végigcsinálja az ember szeretett kapcsolatról van szó, és mindig a megértést, a elfogadást keresi másik részről, saját felelősségét természetesen az adott helyzetben. És itt lezajlanak az emberben különböző érzelmi folyamatok. Tehát ugye felmerül az emberben akár a szeretett személy elvesztésének a lehetősége. Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom megkülönböztetni a lélek fájdalmában, mi az érzelmi rész és mi a karmikus fájdalom ebből is, amivel dolgom van. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. Mióta megy ez, amit most kérdeztél? Párkapcsolati részben ott most én ezt lezártnak tekinteném már. Már olyan értelemben, hogy megpróbálok maximálisan elfogadó lenni, és nem korlátozni. Tehát a segítségemet visszautasították, elfogadom, nem próbálom szabad akaratában befolyásolni. Emlékszem, mit kérdeztem? Milyen régóta folyik? 4 hónap gyakorlatilag. És miért értél ki a válasz elől? Mert úgy gondolom, hogy ezt most magamban úgy le tudtam rendezni. Tehát, akkor én nekem itt mi a szerepem? Hogy mint lelki fájdalom, tehát mi az a fájdalmakból, mi az, amivel feladatom van és karmikus, mi az, ami az érzelem, és hát azt megélem, mert szeretett kapcsolatról van szó. Hogyan tudom megkülönböztetni? A megkülönböztetés csökkenteni fogja a fájdalmat? Nem tudom. Légy már őszinte magadhoz. Érzelmi karma is karma, és a karmában van érzelem is. A karmát sors szinten használod, mint hogyha valami determinizmusról lenne szó. Nem, a karma az ok és okozat működése, érzelmi, gondolati, beszédbeli, cselekedbeli szinten is, és az 5 fizikai érzékszerv szintjén is. A kérdésed nem segít rajtad, erre próbálok rávilágítani. Azért fáradsz, mert makacs vagy. Tessék egy kicsikét elmozdulni abból a nézőpontból, amiben vagy. Azt mondtad, lezártnak tekinted. Így van? Nem maga a kapcsolatot tekintem lezártnak, hanem maga a konfliktust. Ez nekem egyáltalán nem így tűnik. Én szerintem vihar előtti csend van. Itt nincs lezárva semmi. És nagyon vigyázz arra, hogy a szavaid mögé milyen energiát teszel, mert ez fogja az érzelemvilágodat ténylegesen alakítani, és egy átlagos érzékenységű nő vagy partner az pillanatokat leveszi, hogy a szavaid mögött mi van. És nem azzal foglalkozik, hogy a szavaidnak mi a szótár jelentése, hanem az, hogy milyen érzelmi festés vagy érzelmi energia van mögötte. Úgyhogy sokkal több együttérzés kell, és tessék innen ebből az elméből kiszállni. Az a kérdés, amit föltettél, az egy újabb elméleti adalék lehetne egy olyan koncepcióhoz, vagy stratégiához, amitől én kérlek, hogy vonulj vissza. Te lezártnak tekinted azt a részét, amiről beszéltél, és valójában nincs megoldva semmi. Csak csend van. Jó? Egyéb kérdés? Köszönöm. Nincs mit. Itt elő. Egy lélek, aki valamilyen szinten rálépett a spiritualitás, az útkeresésre, képes, és valamennyire tudatos lett, képes azt akár jóval a halál előtt megérezni, hogy nem fogja tudni beteljesíteni azt, amiért leszületett ide. Egy lélek? Hanyas lába van?
Egy ember. Egy nő, ember. Férfi, nagy E-vel. Ugyanis egy általánosítás mögé bújsz. Légy metszően konkrét, és akkor talán tudok segíteni. Én legalábbis a saját szemszögemből úgy érzem. Igen? Úgy érzed, hogy meg fogsz halni hamarosan? Azt nem tudom, hogy mikor. Ugye? Hát akkor adj magadnak esélyt ilyen nagyon komoly, determinisztikus, időhatározó mondat nélkül, hogy egy lélek. Mondd, te áldozattá váltál valamiképp? Saját magam által talán igen. Uh-huh. Ebből fakad az a tehetetlenség, hogy hirtelen arról beszélsz, hogy nem tudod befejezni azt, amit elkezdtél, és a halálod előtt ugye a lélek tudatossága, egyéb. Ezek olyan abstrakciók, ami mögött egy nagyon konkrét fájdalom és tehetetlenség van. Ezt tessék oldani azzal, hogy megkérdezed magadat, mi a dolgom? Ebben a pillanatban mi a dolgom? Igen, és tessék még mélyebben lélegezni. Most végre egy válcsúcsba is följött. Ugye? Mi a dolgom? Ugyanis valamivel leszülettél, a Wongi-ben volt információ bőven. Különben nem ülnél itt. Nem tanultál volna iskolákban, nem kezdtél volna beszélni, mászni, kúszni, amikor ez kellett. Úgyhogy valamilyen mesterprogramot lehoztál, és ez az az életcél, amiről beszélünk. Na most, egy olyan emberrel ülsz szemben, aki már tudja biztosan, hogy akárhány évtizedet vagy évszázadot élne, úgysem tudja befejezni azt, amit elkezdett. Én ebben teljesen biztos, hogy még a hatalmas fába vágtam azt a fejszémet, amitől a fa nem kidől, hanem még több fa lesz. Ez egy olyan fejszé, hogy több fa lesz tőle, nem kevesebb. Képzeljétek el, ez egy ilyen fejszé. Tehát a bódhiszattva úton mindig azt tapasztalod, hogy több szenvedést teremt az emberiség, mint amennyit a bódhiszattva úton te oldani tudnál, és a cél az, hogy minden ember érje el a felébredést, és saját autonóm döntésétől hajtva kevesebb szenvedést teremtsen magának és másnak. Mert a felébredett tudat gyakorlatilag ezt diktálja, ezt Immanuel úgy hívta, hogy kategorikus imperatívus. Egy milyen alapon, és milyen kategória, és milyen imperatívus, azóta a filozófusok töprengenek rajta. Ugye, ismerős? Milyen kategória az ég szerelmére? Tehát honnan van meg az, hogy neked jó embernek kell lenni? Mitől? Ha nem tapasztalod azt a közös lényeget, ami az egyévvállásból következik, akkor te miért legyél jó ember? Akkor akár lehetnél önző is. Ha csak a halál lenne az, amitől félni kéne, akkor megvalósulna az, amit költőnk írt, hogy miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Hát mi az az emberség, ami ezt eldönti? És kiderül, hogyha nem megyünk el a látóig, az ember fölöttiig, az önvalóig, az egyévválásig, ezek a fogalmak, ez mindez. Akkor nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, milyen életfeladatunk van, és akkor azt szeretnénk, hogy ebben az életben ezt fejezzük be, és akkor a befejezettség, tökéletesség, boldog tudatával majd itten elhalálozunk, és koszorúkat hoznak a sírunkra. Ha te egy önzetlen célt választottál, biztos, hogy nem tudod befejezni. Biztos. Viszont tovább tudod adni. És ez a fontos. Családi szinten is, hogyha az utód viszi a fákját tovább, amit te meggyújtottál, vagy te is kaptad apától, anyától, vagy pedig csoportban, és akkor a tanítványok viszik tovább a tanítást, akik pont azért vannak ott, hogy ők még 20-30 évvel esetleg többet élnek, és akkor annyival kitolják az egészet az időben. Buddha után ez a 79. generáció, ami a pátriárkák sorát illeti. Sung Sensen mester volt a 78. És döbbenetes az, hogy milyen nehézségek között tudták ezt a feladatot úgy végezni évszázadokon keresztül névtelen szerzetesek, szerzetesnők, támogatók milliói, hogy ide eljutott a tan tokkal vonóval. Képzeld el ezt az erőfeszítést.
Befejezték? Nem. Befejezem? Nem, de továbbadom. Tehát amikor a nagymestertől megkérdezték, hogy mi a legfontosabb, azt mondta, irányvétel, irányvétel, irányvétel. Lehet ezt cizellelni, hogy motiváció, célképzet, szándék, de valójában itt egy vektor van, az akaratod vektora. Miben hiszel? Merre mész? Hova fejted ki az erőt? Ez ugyanaz. Tehát a hitrendszer, az akarat, az energiabefektetés, ez átfedést mutat, és hogyha ez széttagolva van benned, akkor vagy tehetetlen. És ez nagyjából azért van, ha van, mert nem ismered önmagad. Nem tudod, hogy mit hoztál le. Valójában a körülmények nyomása vezérel, és nem a saját akaratod, amely az előzőek nyomán azért tényleg szinkronizálandó a környezettel, a világgal, hogy ne legyen ego alapú. Úgyhogy kérdezd meg magadat jó mélyen, hogy mi a dolgom. És csináld. Aztán, amikor kiszállsz ebből a testből, egyrészt lesz meglepetés, hogy nagyjából csak a jármű szűnt meg, de a sofőr nem. Ugye? És akkor utána egy következő életben folytatod. Azért kell vigyázni nagyon erre az életre, mert ebből következik a következő. És hölgyeim és uraim, most el lehetne játszani egy játékot, és otthon ezt nyugodtan hosszabban, most csak elmondom a használati utasítást. Képzeld el, hogy te 10 perc múlva ezt a testet itt hagyod. Nincs fájdalom, nincs szenvedés, veszteségtudat sincs. Tessék a haláltól elkülöníteni ezeket a kényszerképzeteket, és sokkal, de sokkal jobban fogsz élni. Ez alatt a 10 perc alatt te bármit kirakhatsz a lelkedből, bármilyen karmát, és bármilyen karmát berakhatsz, tehát olyanná válsz, amilyenné lenned kell, illetve szeretnél. Ez a kettő most egybe van. Ez egy áldott állapot, hogy amivé lenned kell, és amivé te szeretnél lenni, az 10 percig teljesen ugyanaz, ugyanaz a pont. De 10 perc múlva vége, és utána kiszállsz a testből, és egy következő inkarnációban folytatod azt az eredményt, amit 10 perc alatt elértél. Lenne kapkodás? Lenne egy kis stressz? Na ugye, na ez a házi feladat. Így. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Hogyan tudom emelni, növelni a fájdalom küszöbömet, a fizikai fájdalom küszöbömet? El kell menni fakírnak. És a hinduk megtanítják, hogy a fájdalom küszöböt hogy lehet szépen lassan növelni egész addig, amíg mondjuk 1200 darab ilyen hosszú fémpálcikán egy hindu istenségnek a vázát így tollakkal kirakva mesztelen testtel el lehet vinni. Ez több kiló. De ugyanígy megtanulhatsz például spagetti hidat építeni, vagy pedig gyufaszálakból elfejtornyot, mert kb. Ugyanennyi haszna lenne a szellemi úton mind a háromnak. Áruld el, hogy miért szeretnéd a fájdalom küszöbödet növelni. Azért, hogy mert egyébként nem vagyok gyógyszertámogató, de hogyha mondjuk teszem azt, mondjuk fáj a fejem, akkor ha bár nem első alkalom, vagy nem az az első lépésem, hogy mondjuk fájdalomcsillapítóért nyúlok, de csak egy bizonyos ideig bírom, és utána meg kénytelen vagyok, aha, és ezt szeretném elhagyni. Melyik rosszabb, a fizikai fájdalom, vagy a lelki? A lelki. Oké. Azt a fájdalom küszöböt szeretnéd emelni? Azt remélem, hogy a gyakorlással esetleg tudom. Mert a fizikai az semmi közöm. A lelki az olyan, hogyha te azonosulsz a feléd jövő impulzussal, az biztos, hogy sérteni fog. Hogyha tisztán látod, és a reaktív tudatodat szabályzod, akkor az azt jelenti, hogy nincs kényszerű azonosulás azzal, aki vagy ami szembe jön veled. De nagyon tisztán látod. Még együtt is tudsz érezni. Még esetleg bölcs gondolataid, és helyes beszéded, és hasznos cselekedeteid is vannak. De a lélek fájdalom küszöbe, az bizony egyenlő az illúzióvesztés fájdalmával. És hogyha csökkennek az illúziók, akkor növekszik ez a küszöb. Minél jobban tisztában vagy önmagaddal, annál kevésbé lehet téged megsérteni. Egy intim kapcsolat miért elképesztően paradox?
Azért, mert aki közel jön, azt tudja a legnagyobbat rúgni beléd. Aki megtanult téged simogatni, azt tudja a legkeményebb szúrást, vagy ütést. Szerintem te inkább ezt szeretnéd pallérozni. És egy kicsikét ezt a fájdalom küszöböt fölemelni, hogy ne fájjon már annyira valakit szeretni, vagy valakitől szeretetet kapni. És itt a fájdalom az egyenlő azzal a nem látással, ami által megteremtjük a szenvedést, annak okát, mert nem látjuk a megszüntetést és a megszüntetés útját. Tehát ez a nem látás az, amitől gyengék leszünk. A jelenlét hiánya, amitől szétszórtak leszünk. És hogyha a tudat tükre ebben a pillanatban kellően erős és tiszta, akkor az törhetetlenné válik, és ez csak mentálisan. Miért? Mert az ilyet, azt csak elpusztítani lehet, de legyőzni nem. Tehát mindennel szembe kell tudnod nézni. És itt ez nem az érzékszervi hatások szintjén. A testnek, az érzékszerveknek bármikor lehet olyan fájdalmat okozni, amitől meg akarsz halni, annyira borzalmas. Itt most a lélekről, a tudatról, az emberi mi voltról van szó. Itt sokkal láthatatlanabb és sokkal borzalmatosabb fájdalmakat tudunk adni és kapni. Ezt viszont meg tudjuk óvni. Ezt meg tudjuk előzni. És ezért van a zennél a fókusz a tantienen, mert itt van az a pont, ahol nincs keletkezés és megszűnés, nincs jó vagy rossz, nincs akció és reakció. Ha ezt a centert tartod, akkor tudod, hogy mikor legyél felület, amiről visszaverődik valami, és mikor legyél tér, amiről nem verődik vissza semmi. Mert nincs felület, épp akkor benne. Magyarul, hogyha ragaszkodsz a formához, akkor a reaktív tudatod ural téged. Ha viszont ragaszkodsz az ürességhez, akkor egy másik ember mellett nem tudsz jelen lenni. Meg kell nézni, hogy mikor van szükség a reaktív, a felületről visszapattanó tudatra, és a teljes elfogadásra, a teljes yinre, ami az üresség ilyen szempontból, és akkor te jelen vagy, hallasz, látsz egyebek, de nem szólsz vissza. Például. Úgyhogy ezt kéne elsajátítani ahhoz, hogy a lélek kibírja azt a fájdalmat, ami az igazságtalanság, a magány, a tehetetlenség, a mulandóság, a feltételhez kötöttség. Ha ragaszkodsz az én koncepciójához, a saját önképedhez, akkor ezek mind fájnak. Ha nem ragaszkodsz az önképedhez, akkor például a feltételhez kötöttség, a mulandóság és a tökéletlenség az oldaladra áll, és a karmádat így segíti elmulasztani, meglátni, újra teremteni. De egy bizonyos mennyiségű fájdalom mindig lesz. Ez az élet sajátja. Amíg van vágyad, amíg van dühöd, amíg van éned, addig mindig lesz fájdalom. A kérdés, hogy mennyi, és mennyire adod és kapod. Úgyhogy ezt bizonyos küszöb alá lehet csökkenteni, ez is nagyon erős állóképesség kell, és egy olyasféle helyes önbizalom, hogy te nem mások szenvedéséből akar energiát nyerni. Na, azt tegyen téged boldoggá, hogy mások boldogtalanok melletted, és te vetted el az energiájukat. Te vetted el az önbecsülésüket. Te vetted el az önbizalmukat. És hogyha ez belül megvan, akkor fordítva is igaz lesz, hogy tőled sem lehet mindezeket elvenni, mert te sem vetted el másoktól. És így nem okoztál szenvedést. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Szülőként hogyan tudunk segíteni a felnőtt gyerekünknek, aki jelen pillanatban egyensúlyt vesztett, megbillent, és iszonyatos egófalat húzott fel. Hibáztatja a világot, hibáztat mindenkit azért, amiben ő most van. És ha azt mondom neki, hogy alázat, azt mondom neki, hogy elfogadás, azt mondom neki, hogy meditáció, holott azért ezt már tapasztalta tőlem elég hosszú időn keresztül, akkor a pokolba kíván. Nem fogad el semmit, megy a saját feje után, ő forgatja a glóbuszt, mindenki hibás. Hány éves? 30. Miből él?
Azt nem mondom, hogy megszokásban, mert rengeteget dolgozott, és külföldön volt, és egy pár hónappal ezelőtt jött haza. Röviden, dolgozik? Igen. Önálló lakása van? Még nincs. Itt a baj. Hol lakik? Még itthon. Anyuka, tessék kirúgni a gyereket. Így fogod, és a kis grabancánál fogva, akit miért lázad? Mert még mama hotelben van, ezért. Tehát tessék a gyereket önállósítani, és az ok és okozat működésére ráébreszteni, hogy fiam, 30 éves vagy. Nincs ki vagy mi ellen lázadnod, de eddig sajnos falak mögött tartottunk, mert szerettünk volna neked segíteni és megkönnyíteni az életedet. Hiba volt. Ezt a hibát be kell látni, apuka és anyuka, és a 30 éves fiút a teljes érettség felé tolni azzal, hogy mostantól kezdve önállóan, mindenféle védelem, segítség és egyéb nélkül te élsz, laksz, dolgozol, közlekedsz, és hogyha te ebben hibát követsz el, az a tiéd. Minket ne okolj ezért. Alapvetően ez megvolt, mert 10 évig így élt zömébe külföldön, csak most hazajött, és itthon nincs lakása, és kialakított egy olyan világképet maga körül, amit az előbb itt ecseteltem, és nem tudjuk kimozdítani. Dehogy nem, jaj, dehogy nem. Akkor eddig nem jöttünk rá, hogy hogyan? Zárat kell cserélni. Harminc napos felmondási idővel távozzá, innen szerezzél albérletet. Nem jó neked, hogyha ennyit vagy együtt a szüleiddel, mert azt hiszed, hogy a te problémáid az ő problémáik. Magyarul projektál. Tehát rátok vetíti mindazt, ami a sajátja. Tessék kimozdítani innen. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Néha látom azt, hogy mit kéne tennem, mégsem teszem. Néha látom azt, hogy mit kéne tennem, és azt teszem, és az az eredménye lesz, amit láttam, hogy kell, hogy legyen. Viszont van, amikor hanyag vagyok, és nem foglalkozok azzal a belső hanggal, ami azt mondja, hogy mit kellene tennem, és nem teszem azt, és meg is lesz az eredménye. Tehát apaként hogy lehet az, hogy te hanyag vagy? Kiváló kérdés. Mert ott van feleséged, gyermeked, hát az ok és okozat működését jobban nem tanítja senki, ha magadtól ezt nem látod, vagy nem akarod látni. Nézd meg! Madács azért nem volt rossz pszichológus. Mit mondott Évi? Azt mondta, anyának érzem, ó Ádám magam. Erre mi volt a válasza Ádámunknak? Nincs a teremtésben vesztes, csak én. Hűha! Urunk Istenünk, ember küzdj és bízva bízzál. Tehát ez a háromszögel, és ez annyira egészségtelen. Tehát ugye párkapcsolati probléma van, Ádám nagyon nem találja a helyét, Éva szembesíti az alsó csakráinak a működésével, és innentől kezdve perlekedés van az univerzummal, hogy ő elveszített valamit. És ez nem rád vonatkozik, hanem megmutatja, hogy a saját önképünk milyen elképesztő tévedésben tud élni. Tehát ha hanyag vagy, mit nem vettél észre? Tehát hogyha nincs meg az energia, mi hiányzik? Tessék még jobban kapcsolódni Évához, ugye? És még inkább tudomásul venni, hogy ő áldott állapotából egy Benedeket adott nektek, és fantasztikus, hogy milyen energia tud megjelenni, nem csak, hogy nem vagyunk vesztesek a teremtésben, így leszünk teljes emberek, kérem szépen. Nem ez az egyetlen út, de az élet továbbadásának a vállalása biztos, hogy felnőtté tesz. Úgyhogy tessék még jobban ráfigyelni a családra, még jobban észrevenni, hogy mi a dolgod, és ezt a belső ingást, hogy te ki vagy, és neked így egyénileg ez most milyen, és hogy most egyebek, ezt mind félretenni. Tedd félre. És hogyha félretetted, akkor a center ismét megvan, nem leszel hanyag, látod, amit látni kell, és nem látod, amit nem kell. Ugye? Nagyon fontos, mert hogyha azt látod, amit nem kellene, és nem látod, amit kellene, az folyamatos konfliktusok forrása. Jó? Köszönöm. Szívesen. Üdvözlöm. Egyéb kérdés?
hogyan kaphatnék választ arra, hogy mi a dolgom? Nagyon sokszor föltettem már ezt a kérdést, és nem találom a hivatásomat már egy jó ideje, és úgy érzem, hogy a jelenlegi munkahelyemen semmi keresnivalóm nincsen. Szerintem rossz a főnököd. És a rossz főnök az azt jelenti, hogy ezt a kedvességet, alkalmazkodó képességet, szolgálatkészséget, amit benned van, azt ki is használja. És ez nagyon-nagyon destabilizáló tud lenni. Én szerintem te jó ember szeretnél lenni, igaz? Ez igaz. Ez a baj. Ez a jó ember szándék, ez gátolja azt, hogy te belül meglásd, hogy mi a dolgod. Mert ahonnan jön a kérdés, gyakorlatilag onnan jön a válasz is. Csak hogyha te jó ember szeretnél lenni, akkor meg szeretnél felelni például olyan embereknek, akiknek nem kéne. Ez abszolút így van. Jaj. De fájdalmas, kérem szépen. Tehát tessék, mert hogyha rólad egy nagyon komoly hátizsákot le kéne szednem, és én nem tehetem, csak te magad, azt úgy hívnák, hogy megfelelési kényszer. Tudom, hogy ez egy nagyon divatos dolog, de ezt a kényszert tessék levetni, és akkor megfelelsz annak az eredeti normának, hogy neked itt mi a dolgod ebben az életben, milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolatban vagy, mi a teendőd. Ez valahol tök egyszerű. De a saját félelmeink, ez az egyetnemértéstől félsz. Az igazságtalanságtól, a büntetéstől, attól is nagyon. Tehát tessék önállónak lenni úgy, hogy tudod, hogy az ég az kék. Az nem büntet és nem simogat. Az ég az kék. Oké? És az emberek is nagyjából ilyenek, hogyha te nem hozod magadat olyan helyzetbe, hogy ők élvezzék azt, hogy téged megbüntethetnek. Vagy kényszerhelyzetbe hozhatnak, vagy az akaratodat darabokra törhetik. Tehát itt azért tessék a családon belül megnézni, hogy milyen karmát kéne apukának és anyukának visszaadni. Anyuka itt ül mellettem. Nagyon jó. Nagyon örülök. Apuka hol van? Vele nem tartom a kapcsolatot. Na látod. Tehát így üvölt az apa seb. Tehát anyukának azt a gyöngétséget és néha gyöngességet kell visszaadni, ami sajnos még ott van. És apukának pedig ki tudja mit, de őtől el kéne hozni valamit, amit nem hoztál el. Úgyhogy itt ez az egyensúlytalanság, ez látszik, és a főnök az ugye egy férfi személy, de hát azért vigyázzunk, mert az autoritás az nem igazság, és ezt éled is. Úgyhogy tessék szíves a mi a dolgom kérdésre belül választ kapni, folyamatos gyakorlás által, és... valahol a tantien praxist, a leborulást és a mantrát arra felhasználni, hogy te erősebb légy, mert érzékenység az így kimegy a naplóból. Az erő, hogy te elviseld ennek az érzékenységnek az információ zuhatagát, az érzelmi intelligenciát, ami benned van, az még nincs meg. Nem bírod ki néha a saját érzelmeidet, vagy amit mások rád raknak. Ez abszolút így van. Legyen relatíve így, és akkor már haladunk, hogy néha kibírod, néha nem, jó? Tehát menjünk arra felé, hogy ezt kibírod. És ehhez a meditáció egy nagyon jó eszköz, úgyhogy tessék szíves gyakorolni. Szívemből ezt kívánom. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Van egy 12 éves kisfiam, és egy 10 éves kislányom. És szívből gratulálok. Köszönöm. Viszont, ami picit fájdalmas így szülőként, hogy nincsenek jóba, de igazából így a kisfiam részéről van egyfajta, hát ilyen, nem tudom, harag, vagy valami ilyen ignorálás, és hogy nyilván ez úgy mutatkozik meg, hogy szavakkal, tehát tetlegesség nincs, de hogy azért szavakkal való bántás az van, meg ez a fajta ilyen ignorálás. Apuka hol van a képben? Van velünk. Nem tanította meg a fiát egy kis önfegyelemre? Ez az ő dolga. Ez az apának és a férfinak a dolga, hogy ezt az energiát szabályozza. A nő általában a vágy felelős. A férfi a düh felelős. Tehát anyukának kéne szabályozni, hogy mennyit egyen, mennyit stb. Tehát ebből a vágy kielégítésből ez hogy működjön. Apukának pedig azt, hogy na fiam, ezt így nem, tehát ide nem ütünk. Nem ordítunk, nem bántunk. Tehát az erődet máshova tedd. Hát ezért mondjuk a harcművész edzők, így ilyen klubvezetők többsége férfi. Hát ott zajlik az, hogy az agresszióból csak akció lesz. A düh helyett csak asszertivitás lesz.
a fiatban eldolgozatlan indulatok vannak, és ilyenkor az anyának ez kicsit fájdalmas, de még jobban el kell engedni. Nézd meg azt, hogy hol raktál bele olyan érzelmi, fizikai kötést a fiaddal való kapcsolatba, ami ellenő lázadhat, és ezt a kötést le kell szedni róla. És azt hogy? Belül nézd meg, hogy ki ő neked a fiad. Ez a házi feladat. Ki ő nekem? És meg fogod látni, hogy ha olyan szerepben van, ami nem az övé. És azt le kell szedni róla, és akkor nincs mi ellen lázadni. De hogy tudom leszedni róla? Hát azt, hogy eldöntöd, hogy nem viszonyulsz így a fiadhoz. A fiadat csak így kezeled, ahogy a fiadat kell, és az összes energiáját tegye bele valami másba, és ne a te érzelmeidbe, gondolataidba, tettekbe, beszédbe, egyebekbe. Ez nem azt jelenti, hogy elszigetelődsz, hanem hogy ezt a fajta energiát, ami a tehetetlenségből fakad, mert minden dümögött tehetetlenség van. Hogyha a vágyat nem tudja valahogy megvalósítani, akkor átfordul, és akkor dülesz belőle. És valahol kreatívvá és teremtővé kell tenni a gyereket. A jó hírem az, hogy a 10 éves kor, mint prepubertás, az mással nem is oldható. Tehát tessék alkotóvá, kreatívvá tenni a kölköt, és akkor ez az energia ez teljesen másképp működik. Tehát olyan környezetbe, olyan tanítóhoz, olyan tevékenységhez elvinni, ahol ő ezt kreatívként, teremtőként élheti meg, amit most rombolóként vagy bántóként. És ez a viszony letisztázásával kezdődik, apuka bevonásával, közös stratégia, csak a gyerek megtalálja az útját. Máshonnan mondom most, amit mondok, nem közvetlenül vonatkozik a kérdésedre, de döbbenetes, hogyha utána olvasol az ilyen úti blogokat készítő családok tapasztalatairól, akik ilyen lakóautóban járják a világot egész addig, amíg tudják, és 3-5-6 évet töltenek úton, a gyerekek nem lesznek képernyőfüggők, agresszívek, ön- és máspusztítók, mert állandó kapcsolatban vannak a világgal, állandóan a szüleik és az ő kölcsönhatásuk az, hogy hogy utaznak, mit csinálnak, mindig van feladat, mindig van normális esemény, és nem élik ezt az érzelmi és kognitív bezártságot, ami az állítólagos modern társadalomnak a jóléte. Ez nonsens. Tehát akkor van ez, amit mondasz, amikor valamilyen pótszer, pótcselekvés lép föl, mert az eredeti útja nem tiszta, mert be van zárva beléje valami. Ezt ki kell nyitni. Jó? Jó, köszönöm. Még csak egy apró kérdés, hogy akkor nincs jelentőség annak, hogy ezt a kislányomra vetíti ki? Tehát, hogy az ő kettőjük kapcsolata az... De van. Van. De itt is... És akkor azzal van dolgom, vagy nincs dolgom? Elsősorban a fiaddal való személyes viszonnyal van dolgod, viszont apuka a lányjal tisztázza le. A lányoddal. Mert őt csak az apa tudja így megvédeni igazából. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Én szüleim fele vagy, mindig vannak olyan dolgok, amiket nem tudok megbocsájtani, legalábbis úgy érzem, ami az ő életükből ered igazából, nem az enyémből. És sokszor azt hiszem mégis, hogy már túl lendülök, hogy igazából a fölfogom, ha ezt a dolgot a kezembe veszem és megfordítom, akkor teljesen látszik, hogy igazából nincs mit megbocsájtani, hiszen... Ez nem így van. Ezt az intellektusod mondja. De valójában van. Tehát az, amit te kényszerű, karmikus teherként, transzgenerációs karmaként viszel magaddal, az benned van, és ezért nem tudod megbocsátani azt, amit ők elkövettek az életükben, mert elkerülhetetlenül hatással van rád. Meg kell tudni bocsátani egyrészt, amit ők követtek el, másrészt, amit te ennek következtében kényszerből magaddal viszel még mindig. Ha nem bocsátod meg azt, amit ők tettek, nem tudod kipakolni magadból ezt a transzgenerációs karmát. Sőt, a másik oldalnak is meg kell történnie, hogy te megköszönöd azt, amit úgy kaphattál tőlük, hogy érték, hogy viheted magaddal. Soha nincs olyan szülő-gyerek kapcsolat, hogy ez a kettő ne állna fönt. Hogy ne lenne valami, amiért hálás lehetnél, és ne lenne valami, amit meg kéne bocsátani nekik, és ezek után magadnak is.
Köszönöm. Nagyon szívesen. Hogyha én nem tudok a saját szüleimnek megbocsájtani, akkor ezt vihetem tovább a saját gyerekemhez nem is? Viheted, viszed. És ők is viszik. Tehát az extrém öröm és az extrém trauma az nagyon mélyen beivódik az énségbe. És a megbocsátás az, amikor a traumát elkezded a könnyek nedvével lazítani, és kiveszed, ha nem, vér lesz belőle, mert egymást bántjuk. Egyébként csak munka van, tehát a mindennapi gyakorlat az az izzadság, az a verejték. És hogyha nem tudunk megbocsátani, akkor nekünk se fognak. Ez pár ember tényleg nem érdekel. De ahhoz, hogy te a traumákat ne vidd tovább, valahol az azonosulást meg kell szüntetni. És ezért meg kell bocsátani, és ez nem megy vezényszóra. Amíg nem látjuk a karmánk teremtettségét, a teremtésben való részvállalásunkat, addig nem tudunk megbocsátani a másiknak, mert azt hisszük, hogy csak áldozatok vagyunk. És ez 100%-osan sohasem igaz. Lehet, hogy 99. De az az 1%, hogy te soha nem vagy rossz helyen, rossz időben, az megmutatja, hogy te részt vettél abban, hogy áldozattá vagy elkövetővé váltál. És mind a kettőt meg kell tudni bocsátani, az előzőt ugye a másiknak, az áldozatiságot, az elkövetőséget pedig magadnak. És ez csak úgy megy, hogyha megláttad a teremtettségét, visszatértél a teremtő pozícióba, és eldöntötted, hogy ezt többet nem teremted meg. Ennyi volt. Ekkor tudsz megbocsátani. A két pillanat, hogy eldöntöd, hogy ennek a teremtésétől tartózkodsz, és megbocsátod magadnak és másnak, ez a pillanat, ezek nem különböznek. Ez a három minőség, ez egyszerre történik. Oké? Okay? Tehát az, hogy 20 év különbséggel ugyanazt vélem most már felfedezni, mint gyerekkoromban, és most ugyanez megtörténik, akkor ezt ugyanúgy én teremtettem meg? Ugyanúgy részed van benned, de hát halld ugye a bevezetőben azt, hogy sohasem csak egyedül teremtjük ezt az egészet, a világ azért részt vesz benne. Hát ahhoz, hogy te ezt átéld, legalább egy másik embernek vagy érző lénynek jelen kellett lenni. Na most ebből a kölcsönhatásból következik az egész. Nem csak magadból, de magadból is. Nem csak belőle, de belőle is. A saját részünket figyeljük meg. Tehát Ázsia egész addig, amíg a nyugat ideológiailag, gazdaságilag, politikailag és katonailag le nem tarolta, magyarul a 120 évvel ezelőttig, az teljesen másképp viszonyult a karmához, mint itt a sorsról vagy a lélekről tudunk. Tehát ott nem az volt, hogy bűntudatot keltettek benned, hogy te bűnös vagy csak attól, hogy megszülettél és tested van, hanem a következő volt, hogyha úgy tűnt, hogy valamit nem csináltál jól, oda mentél ahhoz, aki a tanítód, a szülőd volt, és megkérdezted, hol hibáztam. És ez a mai napig a legegészségesebb dolog, hogy nem önfelmentés vagy bűntudatkeltés van. Tehát nem az, hogy elküldöm a hibát a horizonton túlra, és felmentem magam, hogy az valójában nincs. És olyan sincs, hogy te azt mondod, hogy én bűnös vagyok, én mindig is ezt a hibát el fogom követni, és azonosulok az egész karmával úgy, hogy lefedje a szememet. Akkor se látom a hibát. Tehát a hiba látása az azt jelenti, hogy tudom, hogy az okozatiság tükrében az honnan jött, kiteremtette és hová megy. És az én részemet kiveszem belőle. Tehát nem azt kérdezem, hogy hol hibáztál te, hol van a te hibád, hol voltál te rossz és te tökéletlen és egyebek. Az én hibám hol van. És ezáltal meg tudok tisztulni, ha ezt megkérdeztem, megláttam és eldöntöttem, hogy én ezt többet nem követem el. És ha ezt eldöntöttem, akkor azonnyomban meg kell bocsátanom magamnak és a másiknak. Fordítva, hogyha ez a megbocsátás kölcsönösen megtörténik, oda és vissza, akkor automatikusan törlődik az, hogy ezt te megismételd. Mert az azonosulás gyökerést kihúztad. Ha nem, az azonosulás benne marad, és újra, és újra, és újra, más-más alakban, hetedízig lemegy tovább. És a másik fél erre nem vevő? Fogd meg ezt a zembotot, gyere ide. Mikrofont hozzad, mert beszélni is fogsz. Úgy. Fogd meg ezt a zembotot, légy szíves, és húzd nagyon erősen. Szevasz, vigyed, ez a te karmád, vigyed. Már nem az én zembotom, ez már a tied.
Nem hiszed el? Nem. Ez a baj. Így ragaszkodunk a karmához, hogy jaj, ez még az enyém, ez jó, az a tied. Nem, ez egy zen volt. Ezt odaadhatod bárkinek, hogyha, na látod, én nem félek tőle. Tehát itt az történik, köszönöm szépen, nagyon jól csináltad, hogyha az egyik fél elengedi, akkor a másik már viszi is tovább. Nézd meg, a másik nem bocsátott meg, de te teljesen, akkor elég, hogyha a bot egyik felét elengeded, a másik nála van, viszontlátás. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Tessék itt. Miért nehéz szeretni önmagunkat és megengedni, hogy más szeressen minket? Nagyon köszönöm a kérdésedet, nem tudok rá válaszolni. Ugyanis ez az önmagunk szeretése, ez számomra lehetetlen. De most hány önmagad van? Mondd el, légy szíves. Nagyon szigorúan nézel. Adj egy nagyon komoly választ. Hány önmagunk van? Elvileg egynek kell. Elvileg egy. És a gyakorlatban hányat találsz? Például hazamész, belenézel a tükörbe, hány önmagad van? Akkor jelen pillanatban ott egy darab. És itt most hány önmagad van? Egy. Hurrá! Hát akkor a következőre szeretném fölhívni a figyelmedet. Ez az önmagad, ez hogyan szeretheti önmagát, ha csak egy van belőle? Ahhoz kettő kéne. Egy alany, önmagad egy, és egy tárgy, önmagad kettő. Önkép egy, elkezdi szeretni önkép kettőt. Figyelünk? Minél inkább szereti önkép egy, önkép kettőt, annál nagyobb a szakadék kettő önkép között. A személyiség egyre inkább megoszlik. Egyre nagyobb szakadék van benned, amit a szeretettel szeretnél áthidalni. Egyre kisebb az energiád. Egyre kevésbé tudod, hogy ki vagy, hogy most az önkép egy, vagy az önkép kettő. Extrém esetben tudathasadás a vége. Figyelünk? Tehát egy darab van belőled, és a képeit ne tessék szaporítani. Egy önkép, egy személyiség. Ez egy tök jó egyenlet. Én egyébként sose voltam jó matekból, de az egy egyenlő egy, az nagyon jó. Ez eléggé bombabiztos. Követitek? Ahelyett, hogy az önszeretetnek az érzelmi rövidzárlatában elvesznénk, vagy megpróbálnánk valahogy a szeretet igényünket így kézi hajtánnyal kielégíteni, ahelyett vállaljuk be azt a kockázatot, hogy egy másik lényt szeretünk. És a másik lény szeressen minket vissza, hogyha ezt jól csináltuk. Amit viszont tényleg javaslok, mint belső munka, hogy tessék a karmádat jól látni. Ez a karmád a hátizsákot tartalma, ami nem te vagy, de viszed. Ezt a karmát, ezt egyenletes, tiszta jelenléttel, tükörszerű tudattal tessék látni, és oly mértékben elfogadni, amilyen mértékben az abban a pillanatban elfogadható. Nem szeretem és nem szeretem, hanem úgy látom, ahogy van, és azt is látom, hogy változtassak-e rajta, vagy sem. Ebben a pillanatban mi az, ami bennem működik, nem működik. Ez a megkülönböztetés már helyes. Ez nem az önképek közti hamis polaritás és egy számomra meddő érzelmi híd felállítása. Ez senkinek sem működik, hogy elkezded belül. Én most szeretem magam. Magam egy, magam kettő. Azonos vagy különböző? És a szeretet az elkezdi keresni az alanyt és a tárgyat. Ebben nagyon bele lehet borulni. Úgyhogy tessék szíves elvállalni azt a kockázatot, hogy egy másik érző lényt szeress. Mondjuk egy kutyát, hogyha félsz az embertől. Az ember az visszabeszél. Az ember az autonóm, annak van véleménye. Az megmondja, hogy jó szeretsz, vagy nem szeretsz. De mégis ez a kockázatvállalás teszi az életet nagyon-nagyon teljessé. De javaslom,
hogy valahogy ezen gondolatmenet mentén tessék törekedni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Azzal, hogy levegőt veszek, azzal szeretem magam. Nem. Azzal levegőt veszel, és hogyha te rágyártod azt, hogy szereted magadat, akkor megütlek 30-szor. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Tessék itt. A kérdésem az volna, hogy ha egy fogyatékos gyermek születik be egy családba, aki mondjuk ugye a tudat szintje egy egyéves gyermek, vagy még az se, de mondjuk 11-12 éves fejlett testben van, ott ő mit tanít, hogyan tanít? Együttérzést tanít, feltétel nélküli szeretetet tanít, bölcsességet, kitartást, emberséget tanít, hatalmas tanító. Kérdés Pepitába, hogyha 30 éves fiatalember, aki otthon van, ő pszichésen olyan határokon jár a szuper képességeivel és az egójával, hogy az életbe maradás és az esetleges nem választása a folytatásnak testben, ez is ugyanúgy, tehát a kilökést a fészekből... Nem. Nem? Ne vedd be mások gyógyszerét, mert méreg lesz. Ilyenkor meg kell kérdezni a szuperképességű és egóra dolgozó fiatalembert, hogy szeretne másoknak segíteni a szuperképességeivel. Ha nem, még többet fog szenvedni és szenvedtetni. Tehát érdele azt, hogy forduljon legalább egy másik ember felé, vagy egy csoport felé, és segítse azokat, és érjen el egy kölcsönhatást. Ez fogja egyensúlyban tartani, és végül is megmutatja az útját. Köszönöm. Szívesen. Nekem a gyermekvállalással kapcsolatban lenne kérdésem. Én mindig borzasztóan tartottam a gyermekvállalástól. Sosem tudtam az okát. Nem is olyan régen derült erre fény, hogy előző életembe ért egy elég komoly trauma. Ez egy teljesen véletlen volt, hogy erre fény derült, tehát ez nem egy szándékos folyamatnak az eredménye, de én ezzel szembesültem, és sajnos újra át kellett élnem, vagy átéltem azt a fájdalmat, amit akkor. És a mostani életemben egy nagyon jó házasságom van, egy nagyon jó párkapcsolatom, de ez a fal bennem van. És nem vagyok képes rászállni magamat a gyermekvállalás, és olyan, mintha nem bírnám lebontani ezt a falat, ami ezáltal a trauma által keletkezett bennem. Együttérzés mantra, 100 napos gyakorlat, napi 500 leborulás. Ez áttöri a falat, hidd el. Nem tudod lebontani a korábbi énségedet, ezt én teljes együttérzéssel hallgatom. De hogyha te egy intenzív együttérzés gyakorlattal nem égeted át ezt a falat, az a következő életedben is így lesz. Jó? Jó. Minden karma múlandó, minden karma feltételhez kötött. Minden karma öntermészet vagy fix tulajdonság nélküli. Tehát amiről beszélsz, az egy teremtett karma, mint minden, és épp mint minden jelenség, de ehhez valamiért az elméd úgy ragaszkodik, hogy az identitásod mély szerkezetébe elrakta, és nem is hajlandó onnan kivenni. Elárulom, körbe vagy bástyázva félelemmel, és ezt a legnagyobb együttérzéssel mondom, mert én is így kezdtem. 33 évvel ezelőtt káosz volt, félelem volt, úttalanság volt, sőt, kiúttalanság is volt. Tehát elég sokat kell dolgozni azért, hogy ezeket a félelmeket, ezeket a traumákat te kiragd magadból, és egészebb emberként menj tovább. És ez lehetséges. Mihelyt belátod, hogy az azonosulás köti meg a traumát, mihelyt belátod, hogy a hited teremti a világot, téged is, akkor az együttérzés gyakorlat nem érzelmi pótszer lesz, hanem rendkívül erős oldószer. És ezzel feloldod a korábbi karmának a kötését. Ehhez háromféle nedvesség járul. A vér, a veríték és a könnyek. Hogyha veríték van, tehát gyakorolsz, akkor a munka, a befektetett energia az változtat az információn, a hitrendszeren, az azonosuláson. Ha nem,
akkor csak megbocsátás útján oda és vissza, az már könnyek, gyász, síralom, kínlódás, akkor könnyek által változunk. És hogyha nem adjuk meg magunknak ezt a lehetőséget sem, akkor viszont magunk vagy mások ellen elkövetett erőszak van, ez a vér. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki maradjon a verítéknél, és tapasztaljon mellé annyi könnyet, amennyit muszáj, hogy a lélek talajában a gyomnövények megnedvesített talajból jöjjenek ki, mert akkor a gyökerük kijön. Ha szárazföldből hirtelen kihúzod a gyomot, ott marad a gyökér, és újra ki fog hajtani. Kívánom azt, hogy gyakoroljunk közösen minél többet, érjük el a felébredést, és segítsünk minden lénynek megszabadulni a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!